1996-ban egy csoport indiai hegymászó eltökélte, hogy megmássza a Mount Everestet. Köztük volt Suvank Pajor, aki az első indiai szeretett volna lenni, aki az északi oldalról feljut az Everestre. Három társával május 10-én akarták támadni a csúcsot, de az erős szél miatt nem indultak el a tervezett időpontban. Végül hajnali 3 óra 30 helyett csak reggel 8-kor indultak el. Mivel ekkora késéssel vaksötétben kellett volna lejönniük a 8000 méter feletti halászónán, úgy döntöttek, egy rövidebb szakaszon köteleket veszítenek ki előre. Az expedíció egyik vezetője, Habajan Singh arra kérte Pajorékat, hogy legkésőbb 15 órakor forduljanak vissza. Nem hallgattak rá. Singh megkezdte az ereszkedést, de három társa folytatta a felfelé mászást. Singh visszaemlékezése szerint a három férfit elkapta a csúcstámadási láz, ami miatt már nem tudtak tiszta fejjel mérlegelni, amit az oxigénhiányos környezet csak fokozott. A három hegymászó végül 17 óra 35 perckor jelentkezett be egy rádióüzenetben, hogy fent vannak a csúcson. Singh sürgette a csapatot, hogy siessenek vissza, mert hóvihar közeleg. A három férfit utoljára egy japán expedíció látta, ám a mai napig nem tiszta, hogy mi történt pontosan. Singh szerint a japánok nem akarták megszakítani a csúcstámadást, így egyszerűen magukra hagyták a hegymászókat. A japánok szerint viszont a három férfi úgy tűnt, jól vannak, és senki nem mondta nekik, hogy segíteniük kellene. A három férfi végül a hegyről ereszkedve lelte halálát. Pajor holtteste pedig több mint 20 évig egy látható hasadékban volt, ahova a végkimerültségében lefeküdhetett pihenni, ám már soha nem kelt fel. A holttestet sokáig nem tudták beazonosítani, de mivel jól látható helyen feküdt, feltűnő neonzöld hegymászó bakancsa miatt az arra járó hegymászók sokáig csak zöld bakancsnak hívták Pajort. Az indiai férfi azonban nincs egyedül, becslések szerint legalább 200 holttest fekszik a Himalája legmagasabb csúcsa körül. De miért nem hozzák le ezeket a holttesteket? Mielőtt mélyebben belemegyünk a témába, iratkozz fel a csatornánkra, ha eddig még nem tetted meg. A Föld legmagasabb hegye a Csomolungma, közismertebb nevén a Mount Everest. A Nepál és Kína határán fekvő hegycsúcs a Himalája hegység része és egyben a legmagasabb pontja. Magassága a tengerszinttől mérve 8848 méter. Ez a Föld teteje. Rengetegen meg akarják hódítani a hegyet, de nagyon veszélyesek a körülmények és rendkívüli felkészülést igényel, hogy valaki eljusson oda. Még a sok éves tapasztalat és rákészülés sem garancia a sikerhez, de még csak az életben maradáshoz sem. Éppen ezért számtalan holttest van a hegyen. A folyamatosan frissülő Wikipédia oldal szerint 2023. június 3-án Lhagpa Nurus Sherpa volt a 329. ember, akit a Mount Everesten ért a halál. Többségük holtteste a mai napig a hegyen fekszik. De miért ennyire veszélyes megmászni a Mount Everestet? A csúcstámadás legveszélyesebb része az úgynevezett halászóna, ami a Földön csak a Himaláján értelmezhető fogalom. 7500-8000 méteres magasságon rendkívül alacsony az oxigénszint, a csúcson 25-30% a tengerszinthez képest. A légnyomással is hasonló a helyzet, ez a csúcson a tengerszint harmada. Ezeket az emberi szervezet hosszabb ideig egyszerűen nem képes elviselni. Itt a legkisebb mozdulat is komoly erőfeszítést igényel, de még a levegővételhez, sőt a puszta életben maradáshoz is rengeteg energiára van szükség. Vagyis ebben a zónában még a legegészségesebb és legerősebb szervezet is haldoklásba kezd, ami akkor ér véget, ha a hegymászó elhagyja a zónát, vagy életét veszti. A magaslatokra jellemző fizikai és mentális nyomás alatt, pláne az agy csökkent oxigénellátása miatt kialakuló hipoxiás állapotban a hegymászók lomhának, zavarodottnak és fáradtnak érzik magukat. Ráadásul a csúcs közelében még hagyja a mászókat a csúcstámadási láz és az adrenalin, visszafele viszont hirtelen beüt a fáradtság és a megvilágosodás, hogy milyen hosszú út vezet vissza. A Mount Everesten a halálos balesetek több mint 85%-a ereszkedés közben történik. Ilyen állapotban a csábítónak tűnő pihenés és egy rövid alvás egyet jelent a halálos ítélettel. Ahogyan történt az Pajorral is, akinek holtteste egyfajta jelzőtáblául szolgált, a hegymászók a megpillantásakor pontosan tudták, milyen közel vannak a csúcshoz. És hogy miért nem hozzák le a holttesteket?
A Himaláján talált holttestek lehozatala elképesztően veszélyes és bonyolult, csak külön expedícióval oldható meg, ami dollár tízezrekbe kerül. Emiatt van, hogy a holttesteket egyszerűen a helyükön hagyják, sokszor akár évtizedekig is hátborzongató kilométerkőként szolgálva a többi hegymászó számára. Mégis gyakori, hogy tisztogató expedíciókat indítanak, egyrészt a hegyen hagyott felszerelés miatt, amit valakinek el kell takarítani, másrészt az elhunytak miatt, hiszen a hegymászók közül sokaknak nagy lelki megpróbáltatást jelent, hogy halottak mellett kell elhaladnia. De a legtöbbször nem hozzák le a testeket, hanem csak elmozdítják őket, vagyis a hegyen illendőbb körülmények között temetik el az elhunytakat. Így adtak végső tisztességet Zöld Bakancs és mások testének is. Zöld Bakancsot végül egy 2014-ben indított kínai expedíció elmozdította a helyéről, és végső nyughelyre helyezték a hegy egy kevésbé könnyen megközelíthető pontján. A hegymászok szerint ez amúgy is jobban illik a hegy áldozataihoz, olyan, mint a vitorlavászonba vart, hullámsírba temetett tengerészek előtti végső tisztelgés. A Mount Everest halottjainak száma folyamatosan növekszik. A klímaváltozás miatt pedig olyan holtak is felszínre kerülnek, akik 100 évvel ezelőtt indultak útnak a Föld csúcspontjára. Zöld Bakancs és társainak többsége jó eséllyel örökre a hegyen marad, az erre járó hegymászókat pedig emlékeztetni fogják saját halandóságukra.